Köszöntöm Önöket, Rajkó Balázs vagyok. Rajkó, ezzel a névvel az a minimum, hogy tudnom kéne hegedülni. De sajnos én nem tanultam meg. Úgyhogy eljöttem ide Beregszászba, a Kodály Zoltán Művészeti Iskolába, hogy megismerkedjek a hegedű tanulás alapjaival. Kérem, tartsanak velem! Igen, tessék! Szervusz! Jó napot kívánok! A hegedű tanuláshoz, ahhoz felszabadultság kell? Fontos. Fontos az is, mert az a befeszültség, az aztán egy kicsit gátolja az embert, engem is sok éven keresztül gátolt az, hogy nem csak hogy természetileg, alaptermészetileg is, hanem úgy látszik maga a kéztartás, vagy ez a belső feszültség, ez úgy kiadta magát, és ez kicsit először visszahozott abba, hogy... Tehát nagyon sok mindenki megtanulhat hegedülni, de igazán jó hegedűs abból válik, aki el tud lazulni. Aki feszültségmentes? Ha színpadra mondjuk, vagy tanárként az egy másik irány, ha pedig lenne a színpadra, mint szólista, igen, az olyan típusú embereknek, akik ilyen könnyebbek és lazábbak, azoknak sokkal könnyebb a színpadon. Ezek szerint magadat te nem tartod lazának? Nem igazán. Nem. Igen, az évek alatt talán fejlődtem, sőt, az utóbbi pár éven nagyon sok kívülálló ember is azt mondja, hogy Natika, te egyre másképp nyílsz meg, mint annak idején 15 vagy 20 vagy 25 évesen. És én ezt éreztem, amikor az egyetemen tanultam, hogy ez nálam olyan 23-25 körül jött elő, amikor már nem muzucsit, hanem mikor már egyetemen tanultam, amit felnőtté váltam. A tanításhoz viszont, meg ha jól eszem ki a szavaidból, akkor meg az, hogy egy kicsit feszesebb vagy, egy kicsit merevebb vagy, az viszont a tanításban meg segít. Nem az, hogy merevebb vagy feszesebb, hanem hogy összeszedettebb legyen az ember. Igen, hogy konkrétan inkább, hogy összeszedettebb, olyan célra törőbb, vagy mit tudom, hogy tudjad pontosan, hogy ez ezután következik, az azután következik. A hegedű tanításnak ugyanúgy van tematikája, ugyanúgy van metodikája, mint mondjuk a matek tanításnak, persze, vagy a nyelvtanításnak. Persze, nálunk mi az első, amivel kezd egy diák? Amikor belép, mondjuk beléptem, és jó napot kívánok, jelentkezem hegedűre. Hát én mostanában már úgy praktizáljuk, hogy mindenképpen az első órán megismerkedünk a hangszerrel. Legalábbis a felépítésével. Ismerkedjünk meg. Igen, igen. Szóval megfogom, igen. Azt mondja hegedű. Ő a hegedű, igen. Ő egyébként semmi extra, ő egy... Igen, egy normális. Hát ez egy mesterhegedű, de nem egy olyan, aha, Isten tudja, milyen mennyire, aha, drága hangszer. De én ezen tanultam, igen, én ezen tanultam mámut, tehát ez már most nálam van olyan 25 éve. Ő egy 1818-as kiadvány amúgy, úgyhogy, de ő végig kísér egy életen át. Úgyhogy az olyan. Már volt le lehetőség, hogy most adjuk el, vegyünk másikat, meg modernebbet, meg még mit tudom én, nem. Olyan elektromosra gondolsz, igen, hogy mindig mondják, igen, hogy hát, hogy ugye mostanában fellépünk a kolléganőkkel a hegedű trióba esetleg, vagy valami, de nem mondom, ne álljunk mi arra át, inkább ez a normálisan klasszikus. Játszottál olyanon egyébként, nem, az elektromos? Akkor nincs összehasonlítás. Nincs. Na, végig szaladunk rajta, hogy mi micsoda rajta? Tehát amikor kezdjük... Mondjam én. Tessék? Mondjam én. Hát ha valamire, hát, valamit van, itt tudsz. Van a hege és a dű, nem? Ő a hege, a vonó pedig a dű. Amikor mondjuk, hogy a kisebb gyerekek jönnek, ők nekik nagyon szeretem ahhoz hasonlítani, hogy egy emberi testhez hasonlít a hegedű. Aha. Azért, mert van neki feje, igen, van neki nyaka, igen, van neki teste, ugye hasa, meg háta.
Aha. És akkor a gyerekek rögtön, hogy tényleg, tényleg rögtön. Plusz a kulcsokat, amivel hangoljuk, a fülecskének szoktuk hasonlítani, csak ugye itt négy van nekünk, meg kettő. Na, ugyanúgy van nekünk, amit magyaráztunk, van nekünk itt belül egy lélek, ami nekünk a szív, és az a hegedűnek ott a szíve belül. Aha. Igen, az adja majd a megszólaláshoz, hogy szép hangja legyen. Aztán húrtartó, ami megfogja majd a húrokat, a lába. És ez pedig ez csak simán átartó. Simán átartó, mert ugye oda tesz. Ez, amit így külön van rácsatolva? Ez egy híd. Aha, igen. Ezt így azért rácsatoljuk, mert ugyebár híd nélkül, különben akkor csúszik. Ha nem lesz, ami tartja őt, akkor na jó, mondjuk az már, hogy meg tudjuk mondani, de egy pici gyerektől az még kicsúszik. Egy hegedű tanár az csak klasszikus zenét tanít, vagy tehát a specializálódni kell mondjuk a népzene tanít, a népzene tanításra? Vagy ez hogy képzeljem el, hogy mindent tudtok tanítani? Most már évek, hogy elmúltak az évek, még ugye mikor tanultam, annak idén Óváron, mi ott kimondottan klasszikus zenét tanultunk. Aha. Ez a Mozucsi, az úgy volt irányozolva, hogy ez olyan szak volt, hogy itt klasszikus, nem muzika, úgy is ment, hogy klasszikus zenét tanulunk. Igen. De viszont már a pedagógus pálya folyamán, pláne most az utolsó 4-5 évben, nagyon jó, hogy van rá lehetőség, hogy a népzenével is egyre többet tudunk foglalkozni. És belekapcsoljuk ugye a repertoárba is, és nagyon érdekli a gyerekeket, sokkal színesebb így, és nekünk is könnyebb, hogy amellett úgymond még jobban magunkhoz tudjuk majd vonzani ezáltal, hogy nem csak a klasszika van. Egy bemutatkozást kérek szépen. Szerényi Rebeka vagyok, és 9 éves. Szerinted mi a legkönnyebb a hegedű tanulásba? Majd azt is meg fogom kérdezni, hogy mi a legnehezebb szerinted. Most először annyi, hogy mi a legkönnyebb? Hát a legkönnyebb, hogy így a vonónak a tartása az elég könnyű, meg a hegedűt így megtartani az elég könnyű. És mi az, amit mondjuk már úgy látszik a tanulmányait során, hogy az kicsit nehezebben fog menni? Mi az, ami neked a legnagyobb gondot okozza a hegedű tanulásba? Hát a fejnek az ilyen tartása, hogy így van a hegedűnek az ilyen kis része, beledugni így az állat, azt szerintem egész nehéz, mert kicsit fárasztó. Tanultál már előtte hangszeren, valamilyen hangszeren? Igen, már 3 éve járok zongorára, most lesz 4. éve. És meg tudnád nekem fogalmazni szigorúan 4 szem közt, hogy mi a különbség a zongora tanárnőd és a hegedű tanárnőd között? Hát szerintem nincs annyira sok különbség, csak annyi, hogyha otthon hagyok egy kottát, akkor a zongoratanárnőm kicsit dühös rám, és hogyha otthon hagyok itt a hegedűnél egy kottát, akkor nem annyira dühös rám a hegedűtanár. Bizony, és most már mehet egy hosszú, 2 rövid. Sokat változott maga az oktatás menete, vagy a stílusa, vagy a... Hát abból muszáj vagyunk modernizálódni, úgymond egy kicsikét, mert ugye... Ez kényelmetlen egyébként tanárként? Nem, azt mondom, hogy valahol jó. Vannak valamikor olyan dolgai, amik már gyerek nagyon túlzásba akarja vinni, tehát most leköti nagyon ez a... kompjúter, meg a laptop, meg ilyesmi, de viszont ha eljön az órára és van egy tabletje, és azt mondom, hogy na most kikeressük azt a darabot, amit fogunk tanulni, és meghallgatjuk több verzióját is, több variációját is, akkor ez viszont nagyon jó. Mert akkor régen ugye magnó, meg kazetta, és az mire otthon azt megcsinálta, sőt nem nagyon volt rá lehetőség, akkor ez meg most itt így nagyon jó. Tehát tulajdonképpen az idézőjelesen elátkozott digitális technológiát, technikát próbáljátok belefűzni a hagyományos... Hát igen, egy kicsit azt is úgy keretek között, hogy azért ne túlzásban legyen, de viszont én ebből a célból felszoktam használni, és örülök neki, hogy van egy ilyen lehetőség. Kezdetektől fogva itt tanítasz? Igen. Ebben az iskolában? 99 óta ebben a zeneiskolában tanítok. Innen kerültem ki, és itt maradtam. Igen. Sosem vágytál el, hogy máshol taníts? Voltak lehetőségek, pláne amikor befejeztem a Mozucsit, nehéz idők voltak akkor az a folyamat, hogy nagyon sok tanár elment külföldre, mert itt ugye az a nehéz időszak volt, és annak idején a Pirigyi Béci bácsi is fel is ajánlott, hogy Natika Fehérgyarmaton kérnének hegedű tanárt, vagy valami, és én azt mondtam, hogy lehet, hogy itt egy kicsit nehezebb lesz, de én itt hol maradok. Én itthon szeretnék maradni, úgyhogy igaz, hogy akkor nehezen indult az egész, mert nem nagyon jöttek úgy gyerekek. Most már hál' Istennek azért azt mondom, hogy a hegedű oktatás is minél tovább, valahogy ezen az éven is a felvételi vizsgán, ahogy látjuk, nagyon, nagyon szép számmal jöttek gyerekek. Abban az időben kevésbé, de nem bántam meg.
próbáltam annak idején 6 éve, 7 évvel ezelőtt egy általános iskolába, mint énekzenetanárt. 2 hónapot. És? Kipróbáltam, úgymond. És én rájöttem arra, hogy az egyéni foglalkozás az én hozzám közelebb áll, mint előttem áll egy osztály, mint tudom, 25 vagy 30 emberre, mivel nem vagyok az a kemény, szigorú természetű tanár, aki azt mondom, hogy na most osztály vigyázz, állj, és akkor annyi embert sokba tartani, hanem hogy figyelemmel is tartani, meg attól függetlenül, hogy érdekelje is őket az a zene. És akkor én 2 hónapot azt megpróbáltam, de mikor láttam, hogy az, hogy én ide más szívvel jövök, mikor csak egy gyerekhez jövök, és bármilyen úton, módon, de akkor is megtalálom hozzá azt az utat, ott pedig lenne sok gyerekkel kapcsolatosan, az nekem nehezebben ment, és úgy gondoltam, hogy ez nem. Soha nem is volt olyan, hogy akár kényszerből is, hogy mondjuk egyszerre nem egy diák volt itt, hanem 3, vagy... Azt szoktuk praktizálni, az egy megint egy másik dolog, pláne a kicsikkel nagyon mostanában már kimondottan van egy olyan módszerünk, hogy ha 6-7 évesen jönnek, és akkor célszerűbb, hogy egy ilyen kisebb csoportocskát így, és akkor általában vagy előkészítős, vagy elsősök, és akkor nekik is kicsit könnyebb és érdekesebb is, ha egy az órán ülnek, hogy na most akkor figyelj egyik a másikát, hogy esetleg az hogy halad, megpróbálom leutánozni, nekem így megy, én is megpróbálom, hogy én is jobb legyek, még jobb legyek, és akkor ezt így szoktuk így praktizálni, persze. Ez egy jó formája, ez megint más, ez nem olyan rengeteg ember. A hegedűt tanítani, hegedülést tanítani, az könnyű, nehéz? Tanítani? Igen. Hát, ha szeretett csinálni, akkor ha még nehéz is, mert én azt mondom, hogy semmi máma nem könnyű, mindennek van egy nehézsége, de mindig előttem van az a cél, hogy lehet, hogy egy év telik el, lehet, hogy egy hónap, lehet, hogy 3 vagy 4 év, de biztos, hogy lesz haladás, biztos, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor azt mondom, hogy megéri, és a szülőkön, és amikor látom azt egy-egy koncert erejéig, hogy igenis, hogy az én gyerekem ezt meg tudta csinálni, mert főleg valamikor, amikor kisfiúk jönnek. És olyan, hogy noszogatni kellett ott vagy a focira is, vagy az iskolára is, de ha otthon azt mondja, hogy a hegedűre azért elmegyek. Megtanítasz, hogy kell helyesen fogni a hangszert? Igen, persze, persze. Tehát a legelső alap. Ezért jöttem ingbe egyébként, esküszöm direkt. Hogy? Ahhoz jól áll a hegedű. Ja, hogy ahhoz jobban áll a hegedű. Igen, igen. Tehát szóval, amikor megfog, ugye így már elbeszélgettünk róla, hogy miből áll. A legelső dolog az, hogy állunk meg. Az igen. Nagyon fontos, mert így se nem lehet, meg úgy se nem lehet, tehát 2 lábon. Még annyit szoktam, mert a gyerekek nagyon szokták szeretni, ha esetleg a jobb láb egy picikét mehet így előre, és akkor rögtön jön az a fölségesebb tartás, igen. Nem feltétlenül muszáj nagyon, igen, aha. De viszont legyen meg a váll szélességébe körülbelül az a távolság. Mert válszélesség is egy picit igen, a jobb láb igen, előre. Igen, igen. Mert én ugye, ha így megmozgatlak össze-vissza, neked stabilan kell állni. Ja, mert ha ez így nagyon, hát nem az, hogy megfeszülve, csak ha 2 lábon áll az ember, akkor akármennyire mozgatják, azért értem. Az tehát nem fog eldőlni, úgymond. De viszont lazán. Tehát laza is legyek, de nem stabil is legyek. Aha, igen, értem, igen. Értem. Derétó lefelé, stabil, fönn meg laza. Igen. Na még először nem, tehát úgy működik, hogy nem rögtön első alkalomkor most fogom a hegedűt a kezébe adni a gyereknek. Hanem igen, megmutatom. Hát olyan második, harmadik, negyedik alkalom, attól függ, hogy a gyerek, mert először szoktunk ilyen gyakorlatokat adni, ami hegedű és vonal nélkül van. Itt tehát, vagyok, igen. Na most. Jaj, nem fog telefont fájni. Fogok adni, nem, igen, jó. Nem. Ez mondjuk olyan, a kislányoknál kicsit más fiúknak, azt mondom, hogy itt egy tükör, majd egy tükör. Igen. Lazán megfogod a kezedet, és akkor szépen így felemel. Így viszont, így. Igen. Igen, és fej rögtön oda. Úgy, igen, mert így nézed magad. És majd ugyanez lesz, mikor ide jön a hegedű. Aha, ugyanígy értem. Szépen, mert ez a tartás. És ugyanúgy akkor ezt egy párszor meg kell csináljuk így vissza. Igen. Én megfogok egy gyantát, és akkor ezt így mindig elgyakoroljuk velük.
Igen, hogy szép. De ugyanúgy akkor ugyanúgy megint meglazítjuk, vagyok, és megint vagyok. Vissza. Igen. És megint igen, vissza. Igen. Ilyenkor egy picit befeszül a felsőtest is? Igen, egy kicsikét, igen, na, a magam. Tehát olyan tartása lesz. Hát igen, igen, tartása lesz, de viszont igen. És akkor ez is szépen már így igen. Beáll, ez az alap. Mert nagyon sok gyerek aztán, mikor megfogja a hegedűt, akkor így áll a keze. Mintha mindig nem mondom, hogy nem szabad kéregetni, mindig aha. Mondom, hogy nem kéregetünk. Nem így, igen, hanem szembe. Így. Igen, aha. Ilyen szépen is szembe. Igen. Igen. És akkor ugye az, amikor működik, akkor ilyen gömbbe jön. Így. Ilyen gömbbe jön így. És akkor ugyanúgy ezt így vissza leengedjük. Na ezeket a pár gyakorlatok itt az elején szoktuk, ezt tükröcskének nevezem aha, ezt a gyakorlatot. Aha. Nem kéregetünk, hanem igen, gömbbe jön. Így, ez a rész. Igen, így. Igen, 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 igen. Na és akkor ezt így egy párszor, amikor megcsináltuk, igen. Ők azt a szokják, hogy igen, is most én szépen már itt fogom. Igen. Utána ez megvan nekünk. Igen. És aztán ugyanúgy jön a vonónak is muszáj egy kezdő gyakorlata legyen, ami még vonó nélkül, ja, ugye bár. Igen, az megy a másik igen. Kézbe. Szóval kezdőbe adok egy ilyen ceruzát, csak így simán így a kezembe teszem, és az első, meg a középső ujj között megpróbálok egy ilyen kis karikát csinálni. Többit meg így lazán így rágömbölytem, és akkor utána így megfordítjuk. Igen, kicsi ujj is ugyanígy ide. Ez is. Igen, majd ez is így. Igen. De én azt ugye a kezedbe adom így. Igen. Így, igen. Tehát a középső. Megrömbölyítem. Igen. Nem muszáj nagyon-nagyon-nagyon. Így, úgy. Igen. Ilyen szépen. És így, így. Na most így, hogy ez minden így ráfeküdj. Igen, hát így körülbelül. Aztán így mindig mondom, hogy így ráfekszik a kéz. Aha. Igen, ennyi. És ennek is okvetlenül ilyen gömbölyönek kell lenni. Úgy. Ez az. Aha, igen, aha, ez nagyon fontos. Ki mindjárt ki fog ne, opa, nem baj, semmi van, hogy ez ne ilyen egyenesen így legyen. Tehát, hogy minden így egy kicsit így rá. Igen, igen, így látod, így meggömbölyítem, így, és akkor így vissza. Jó, hát ezért 20 év van ezek. Jó, van igen, igen, persze. Aha. Egy pillanat, középsőre. Igen, és akkor ráfekszik, mintha itt te rád. Igen, így magadra, így bizony. Igen. Igen, igen, igen. És akkor ez mikor megvan, ez ide visszajön, igen, és akkor megpróbálunk egy ilyen óvatos ilyen dolgokat már, így. Igen, igen. Igen, itt meg kimondottan szoktam mondani, hogy olyan, mintha majd megnézed az órádat, hogy ez igen. Így, igen, ide majd így mozog. Hány óra? Igen, igen, igen. Igen, 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 így. Ez az, igen. Elcsúszott, biztos, hogy elcsúszott. Nem baj, semmi baj. A vonóról mit kell igen. Tudni? Hát a vonó okvetlenül, mikor mielőtt elindítjuk az órát. Ez tényleg lószőrből? Igen, lófarkánból? Igen, igen, igen. Hát szokott lenni, hogy fekete, aha. Meg most ennek fehér. Mindig, mikor elteszem a hegedűt, meg a vonót, le van engedve, úgymond, ilyen laza. Óra elején pedig egy kicsit így felhúzom. Aha. Igen, így felhúzom, és akkor mindig ugyanúgy, ahogy szükséges, begyantázom. Az pedig ahhoz kell, hogy a fém úron... Megszólaljon ez a hang. Ad egy tapadást neki, jól gondolom? Aha, igen. Így egy kicsit begyantázzuk. Igen. Ez sima fenyőgyanta, ugye? Tehát nem, igen, így simán így vásároljuk a munkácsi TikTok üzletbe, vagy ki hol vásárolja, magyarból az a minden lényegtelen. Nekem még megvan ez is, meg a régebbi is. Úgyhogy, és akkor ezután már jöhet lassacskán. Ez egy felnőtt igen, ez már egy nagy, egy egész heged. Igen, már egy egész. Hát mikor kicsi gyerek jön, akkor amikor 4 évesen annak bemutatom először ezt, hogy hogy szólal meg, aztán mikor kicsi gyerek jön, akkor a 8-ados, aztán jön a 4-es, feles, 3-4-es és egész. Van olyan, hogy 10-es is, amikor nagyon-nagyon picurka gyerek is jön, de az ritka. Általában 8-ados, 4-es. Na szóval, igen. Akkor megpróbáljuk ide. Tenni, így. Először megmutatom. Okay. Igen. Kulcsonthoz? Igen, igen, ehhez a csonthoz, igen. Én megpróbáljuk majd beigazítani, és akkor az elején lehet csak ide tennünk a kezünket, nem muszáj rögtön ide. Mert az már majd akkor tesszük, amikor a gyerek is majd ujjacskával fog játszani, mondjuk még nekünk még ez nem következik be, úgyhogy itt is megfoghatjuk, úgyha. De először kell, hogy legyen. Ennek is stabilan meg kell állnia, így, hogy az ember ez azért, hogy igen, az az átartóval minden, úgyhogy ez fog majd menni. Igen. És akkor úgy kellene, hogy
Nem úgy, hogy oldalrész. Igen. Úgy inkább az a... Nem fog? Nem áll meg? Hát, csúszik? Úgy érzed, hogy csúszik? Így erre felé csúszik. Valamiért? Valószínűleg akkor a tartó. Lehet, hogy egy kicsit nem úgy van beállítva, igen, egy picikét. Próbáld meg, hogy idejébb előrébb, és akkor ide az álladat. Úgy, ez az. Így se nem áll meg? Hát, lehet, hogy a híd valamiért. Lehet, hogy neked nem úgy van beállítva, hogy neked az szükséges, és akkor... Igen, mert ugye az minden hangszer, ugye hát egyénileg. Gondolom, hogy igen. Más, ugye ez a felépítés, igen. Na? Igen. Na, nem, én majd fogom, én majd segítek. Félek, hogy leesik. Nem kell félni, nem fog leesni. 1800-as évek, jó. Azt mondtad. Semmi igen. Baj. És most jön? És most ezt ide tesszük. Ez az, igen. Így. Mert nem fog leesni, hanem jó lesz. Én az a vagyok. Igen. Aha, így. Igen. Jó, és az ujjacskákat ezt így gömbbe jel. Igen, mert ők majd szokják, hogy amikor majd lerakjuk az ujjakat, akkor ez már rögtön ez legyen. Hogy ezek hogy benne ezek... legyen a igen, már benne legyen az, hogy gömbölyűen kell. Igen. Na már így lassan már itt is oda befele fog állni. Igen. Mert ugye, ha stabilabban picit meg tudnánk fogni, akkor meg tudnád azt mutatni így is. Nem áll még mindig, nem tart? Hát szoríthatom, tehát így nem fog elmenni. Nem fog elesni, mi? Itt látom, hogy itt nem úgy van beállítódva, mert az ugye biztos az én vállamhoz van. De amúgy jó. Na most ezt levesszük, és most megpróbálod egyedül megpróbálod visszatenni magadnak, jó? Szépen így. Így be kell, hogy feküdjön. Nem, ez az. Aha, ez az. Igen, úgy. Igen. De már most jobb, szerintem. Olyan érzésem, hogy le fog esni. Jó, úgyhogy inkább ide teszem a kezemet. Jó, nyugodtan. Ezt a nagy ujjadat itt fogjuk igen? meg. Igen, látod? Igen, ez megvan, hogy nem kéregetünk, ez itt igen? szuperül igen? áll. Igen. Hát nem kéregetünk. Na, azért mondom, hogy igen. És akkor ez így jó. És akkor az mindig így, mikor megfogja a gyerek. De ez csak a harmadik, negyedik alkalommal. Igen, régen, amikor még én csak ide kerültem dolgozni, így jártam ugye úgymond nézni azért az órákat az idősebb kollégáknál, hogy ki hogy csinálja, és volt olyan kolléga, aki azt mondta, hogy első hónapban egyáltalán még nem nagyon célszerű gyereknek úgy adni hangszert, hanem csak üljünk le és stabilan tanuljuk meg a hangokat. Ami meg nem tanulja a hangokat, meg azért a hegedűrészeket, meg a húrokat, meg minden. Igen. És akkor először csináltam én is, de mikor már ugye tényleg telt el, hogy 2-3 hét, és akkor na mikor tetszik már addig, mikor tetszik már, és láttam, hogy úgy lankad azért már az akarat is, hogy valami, mondom, nem lesz ez így jó, azért igyekszünk, hogy adjuk azért azt a hangszert, vagy valami, mert azt elmegy a kedve, hogy hát még mindig nem adom a hegedűt, meg ilyesmi, úgyhogy most már úgy csinálok, hogy eltelik 1-2 óra, megismerkedünk a violin kulcsa, meg a vonalrendszer, vagy valami, és akkor azért mondom, hogy na már jössz a második, harmadik alkalomra, és már bemérjük, hogy milyen hegedű kell majd. Milyen méretű? Magad kiteljesedése szempontjából, hogy érzed magad, mint hegedű tanár? Na most jobban, mint annak idején évekkel ezelőtt. Lehet, hogy az is stimulált az embert, hogy volt azért olyan növendékem is, aki a Zádor művészeti iskolát végezte, vagy a mostani növendékem, aki a közművelődési iskolán tanul a Pércsi Méri. És ez biztos, hogy nem csak az, hogy versenyekre viszek tanítványokat, hanem az, hogy amellett, hogy mindenféle görbékkel is találkozunk, attól függetlenül ezek azért stimulálják az embert. We'll be right back.